Barabás Miklós oldalági rokonai vagyunk, az unokatestvérének vagy másodunokatestvérének vagyunk a leszármazottai. Ez a tudat, hogy ez a 19. század talán legfontosabb művésze, egyik legfontosabb művészeknek a családtagja volt, ez azért segített. Barabás Marta nagyon jó érzékkel választotta ki a 70-es évek végén a kidobott, kibelezett zongorát a szemétkupac tetejéről, és állította ezt be egy nagyon izgalmas performance főszereplőjévé. Kezdetben csak úgy, hogy zongora fedél formátumú képeket is festett, aztán fokozatosan használta föl a szétszedett, a kidobásra ítélt régi zongoráknak a különböző alkatrészeit, a lábakat, a görgőket, elsősorban a billentyűzetet. A 80-as évek elején újra létjogosultságot nyer tulajdonképpen a régi korok idézetszerű felelevenítése, és ismételten azt kell mondanom, hogy új kontextusba helyezése. Barabás Márton esetében is ez történik, vagy budapesti épületrészleteket választ ki, vagy antik késő hellén, tehát roppantul barokkos, nagyon mozgalmas szobrokat, szobortöredékeket állít a fókuszba, és ezt vegyíti nagyon izgalmas, az irodalomból kölcsönzött intertextualitás fogalmával jellemezhető nagyon kortárs elemekkel, mint például a villanykörte, vagy egy furcsa helyen megjelenő akantuszinda, és az egész kép tulajdonképpen az egész műveket jellemzi egy érdekes, szürreális, térnélküli felépítés. A Barabás Márton életműnek a sarokpontja, vagy a legfontosabb problematikája a sík és a tér problémája, illetve ennek a két közegnek, vagy felületnek és térnek a egymásba játszása. Ami nekem igazán kedves, hát hiszen én elsősorban festő volnék, nekem a festészeti működése az, ami végülis a szívemhez nagyon közel áll, de mindjárt utána ezek a zongorából készített bármi nemű tárgyak, tárgyegyüttesek azok, amiket nagyon szeretek, és a könyv objektjei is. Kihez hasonlítanám? Hát most egy hirtelen Duchamp jut eszembe például. Egy nagyon tudatos, nagyon pontos, mindenre odafigyelő, a művészetet, a művészi hivatását minden elé helyező, nagyon komoly embernek tartom. Egy nagyon zenei képzőművészet, amit ő csinál. És az, hogy én pedig zenész lettem, és az én zeném pedig viszonylag képi zene, ez azt hiszem, hogy nem véletlen.